Ebben a házban élt az 55 éves férfi a feleségével, annak édesanyjával és két gyermekükkel. A házasság úgy egy évvel ezelőtt vállással ért véget, a férje azonban továbbra is ebben a házban lakott. Az asszony először múlt hét szombaton kért segítséget a rendőrségtől. A férfi ugyanis késsel fenyegette meg őt és egykori anyósát. A feleség ekkor kérte az idéglenes távoltartási határozat alkalmazását, mert elmondása szerint férje többször is bántalmazta már. A rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a hatóság helyben hagyta ugyanaz asszony igényét, a férfi azonban vasárnap megszegte a tilalmat. Emiatt szabálysértési őrizetbe vették a rendőrök mivel megszegte ezt a távoltartó határozatot, ezért kerül sor az előállítására, illetve a szabásértési őrizetbe vételére. A bíróság a távoltartó határozat megsértése miatt kétnapos napos elzárással büntette a férfit. Mivel ebbe beleszámít a szabálysértési őrizet ideje is, így az ítélet után szinte azonnal szabadlábon volt a férj. Egy másik eljárásban 30 napos, megelőző távoltartó határozatot hozott vele szemben a hatóság. Ez a ö, végzés nem volt nem jogerős, de mint előzetesen végrehajtható, ez a kiérdetésétől kezdődően már kötelezte azt, akire néző ugye rendelkezést tartalmazott, tehát jelen esetben a volt férjed. A távoltartó határozat ellenére a csákvári férfi életveszélyesen megsebesítette feleségét, többször is késsel támadt rá. A szomszédok hallották meg az asszony kiáltozását, és rögtön átmentek segíteni. Lefogták a támadót, és kivezették őt az udvarra. Ez a férfi is ott volt, de arról, hogy mi történt pontosan, nem akart beszélni. Kamerán kívül azt azért elmondta, hogy szerinte a férj, bár most nem volt részeg, mégsem volt tudatában annak, mit is tesz. Az asszonyt melkasi és hasi sérülések miatt mentőhelikopter szállította a Székesfehérvári kórházba. A feleség már túl van az életveszélyen. Egy szívtáji át nem hatoló, és három hasfali, ami viszont áthatoló sérülés volt. Ezen kívül több vágót, illetve szúrt sérülés érte a kezeit is. A kollégák műtőbe vitték a beteget, ahol sikeres operációt hajtottak végre rajta. A férfit nagy erőkkel keresték a bicskei rendőrök, végül csak a holtestére találtak rá Gánton egy hétvégi házas övezetben. A férj öngyilkos lett.